robbanás a medence széléről, és már mehet is a tempózás perceken vagy akár órákon keresztül. Ahogy tavaly, úgy idén is összegyűlnek Nagykállóban az úszás szerelmesei a 24 órás úszás keretében. Most szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az egy napon át tartó esemény, amelynek a város napstrandján már több éve visszanyúló hagyománya van. A szervezés ötlete 2013-ban fogalmazódott meg. Mindig törekedtünk arra a stranddal kapcsolatosan, hogy a nyári időszakban legyenek rendezvényeink, legyenek sportesemények, illetve olyan egészséges életmódra nevelő történések, ami a fiataloknak is példaértékű. Mindig volt egy kis úszó kollektíva, reggelente járnak úszni a strandunkra, és így velük való beszélgetés kapcsán pattant ki ez az ötlet, hogy szervezünk meg a 24 órás úszást, és azt kell mondani, hogy egyre többen évről évre többen vesznek részt rajta, egyre több a segítség. A váltó úszás célja, hogy folyamatosan legyen a vízben úszó, és bár éjszaka vannak holdpontok, olyankor sem maradnak üresen a pályák a medencében. A baráti családias hangulatú eseményen évről évre egyre többen vesznek részt, köztük sok fiatal, amatőrök és gyakorlottabbak, például szenior úszó egyesületek tagjai egyaránt vízbe csobbannak. Utóbbiak egy Balatonátúszásra keresztelt erőpróbán is megmérettethetik magukat az esemény keretében. Leúszunk gyakorlatilag a klasszikus távot, a kicsit többet, az 5200 helyett 5500 métert. Ezt most úgy tervezzük, hogy az elején leúszunk, mivel több sáv is rendelkezésünkre áll, tehát ez azt jelenti, hogy bárki, aki jön, azért mellettünk úszhat, nem kell 5500 métert úszni. Itt az a cél, hogy mindenki annyit úszon, amennyit szeretne, amennyi jól esik, hogyha pár száz métert, akkor pár száz métert, ha 5,5 kilométert, akkor 5,5 kilométert. A cél, hogy mindenki annyit ússzon, amennyit jól esik, hogy jól érezze magát, és megőrizze az egészségét. A sportolást ezen kívül jótékonykodással is összeköthetik a résztvevők, akik a Bátor Tábor Alapítvány számára tehetnek felajánlásokat, amelyeket daganatos gyerekek táboroztatására fordítanak. Az indulókat egyébként helyben megvendégelik, emellett különböző kategóriákban díjazzák is őket, az érmeket pedig a szeptember elejé Lecsó Fesztiválon adják át.